Szép jó estét kívánok! Életünk során valamikor valahogyan mindannyian ugyanazokba a kérdésekbe ütközünk vagy ütközhetünk. Találkozunk valamikor a boldogtalansággal, amelynek a miértjeire keressük a válaszokat. Szembesülünk a hűtlenséggel, és nagyon szeretnénk megérteni mindazt, ami mögötte van. Nem tudjuk, hogy hol van az a klinika, mondjuk, ahol extra dózissal erősíthetjük meg gyengülő párkapcsolatainkat. Kutatjuk azt a receptet, amely megmutatja nekünk, mi kell ahhoz, hogy a veszteséget nyerességgé, a vereséget győzelem mi alakítsuk, és kimondva vagy kimondatlanul mindannyian szeretnénk leküzdeni a félelmeinket és a gátlásainkat, azaz szeretnénk bátran élni. Ugye nagyon sokunk számára ismerősen csengenek ezek a kérdések, attól függetlenül, hogy beszélünk-e ezekről vagy sem. Mindenki számára van egy nagyon-nagyon jó hírem, ezeket a kérdéseket fogalmazza meg a ma esti rendelő. A lélek dolgairól beszélni minden bizonnyal legnehezebb. Arról, hogy mi van bennünk, mire vágyunk, mitől tartunk, és hogy mit szeretnénk. Nem egyszerű szavakba önteni a kérdéseinket, a dilemmáinkat, ám még ennél is sokkal nagyobb kihívás megtalálni azt az embert, akinek a válaszait meg tudjuk fontolni, és a tanácsait el tudjuk fogadni. Ha pedig nagyon ritkán találkozunk egy hasonló emberrel, akkor legszívesebben mindenről kikérdeznénk. Ma este abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen nagyszerű vendégünk van a rendelő stúdiójában. Sok szeretettel köszöntöm dr. Almási Kitti, klinikai szakpszichológust, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. No, hát ugye a felvezetőben megfogalmazott kérdések mind-mind egy-egy könyvből származnak, amelyet vagy te írtál, vagy társszerzőjeként jegyzed. Ugye miért vagyunk boldogtalanok, hűtlenség, és ami mögötte van, veszteségből nyerességbe, a lélek dolgai, párkapcsolati klinika, bátran élni, félelmeink és gátlásaink leküzdése. Miért pont ezek a kérdések fogalmazódnak meg, és miért ezek tűnnek a legégetőbbnek olyannyira, hogy hát könyvbe kell fogalmazni őket? Ebben ugye elég sok általános téma is volt, a boldogtalanság kérdése, ami ugye nagyon általános, indulhattunk a depressziótól is, bár nem arról szól kifejezetten, hanem inkább arról az általános hangulatról, ami azért sokszor a magyar embereket jellemzi, ugye, amit így kiszoktak rakni, hogy hogyan ülünk a buszon, vagy egy villamoson, tehát hogy ez így áthat minket, úgyhogy onnan elindulva az összes többi kérdés azt gondolom, hogy majdnem mindenkit érint. Ebből talán a párkapcsolatklinika és a hűtlenség, ami kifejezetten párkapcsolati kérdésekkel foglalkozik. Ez nálam azért jött szóba, mert valamiért úgy alakult a magánrendelésem, hogy inkább párkapcsolati kérdésekkel kerestek meg, és azon belül a társas magány kérdése volt nagyon gyakori, amit a párkapcsolatklinikában fejtettem ki, és a hűtlenség meg a leggyakoribb probléma a mai napig egyébként, ami miatt szenvednek az emberek és fölkeresnek. Egyébként, ha összegezni kellene mondjuk azoknak, akik nem olvasták, nagy sikerű könyved volt egyébként, ezt így pillanatok alatt elkapkodták, hogy mi áll a jelenség hátterében, de leggyakrabban, tehát kiégtünk, unalmassá kezd válni az, ami úgy nem hívja fel a figyelmünket folyamatosan, tehát hogy nem zörögtet meg valamit az órunk előtt, akkor már unalmas, tehát belefásulunk, nem vagyunk hajlandóak energiát fektetni, mert folyamatosan energiákkal találkozunk. Mi lehet az általános probléma? Vannak ilyen általánosan megragadható problémák. Az egyik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy alapvetően a párkapcsolatból akarunk meríteni, hogy magunkat valamilyennek lássuk. Tehát nagyon kevés a stabil önértékelésű, jó önbecsülésű ember, és tulajdonképpen arra választja a párját, hogy általa ő többnek érezze magát, vagy az ő fényében többnek lássa magát. És amikor ez a dolog elfárad, például emiatt, hogy kezd unalmassá válni a kapcsolat, akkor ugye mire jutok, hogy tulajdonképpen én is egyre laposabbá, unalmasabbá válok ebben a kapcsolatban, akkor egyre nyitottabbak vagyunk az új lehetőségek irányában. Itt nagyon fontos, hogy kinyíltak a lehetőségek azzal, hogy a neten csetelnek, ismerkednek az emberek. Tehát icipici erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy hirtelen több tucat ember reagáljon ránk. A Facebook az sajnos kifejezetten illúziót keltő ebből a szempontból, mert ugye kontrasztba kerül, hogy mások elkezdenek ajnározni, oda vannak értünk, és ahhoz képest meg a párunk x év után, az miért nem tapsol hozzánk mindig, amikor hazaérünk. És ezt a kontrasztot úgy oldják meg most már az emberek, hogy hát én odafordulok, ahol jobban fognak engem éjjelezni, mert akkor én azt hihetem, hogy több vagyok. Egyébként nyilván nem változtam meg, csak azt a tükröt fogom választani, amiben szebbnek látom magam. Ez az egyik legáltalánosabb.
Hogy mondjuk a figyelemészség nem közben, vagy a talán a szeretet. Igen, hát ugye ebben sok minden beletartozik, nyilván az ajnározásban nem csak egy ilyen felületes dolog van, hanem valóban az, hogy ki tükröz engem úgy, hogy én nagyon klassz vagyok. Csak hát ugye, ha megnézzük a realitását annak, hogy valaki együtt él velünk, az nyilván sokkal több szeletet lát belőlünk, mint ha valaki ugye egy felszíni réteget lát. És teljesen egyértelmű, hogy nagyobb esélyünk van egy felszíni réteg esetén csupa pozitívat mutatni, és abban áltatni magunkat, hogy akkor mi tulajdonképpen olyan klasszak vagyunk. Pszichológiai szempontból ami problémás, hogy ezt a mély elfogadottságérzést és szeretvelevés érzést csak akkor tapasztalhatjuk meg, hogyha valaki ismeri nagyon sok szeretünket, és azzal együtt is elfogad minket. Ugye mi áll a hátterében, hogy valójában saját magunkat nem fogadjuk el úgy, ahogy vagyunk. Saját magunkkal kapcsolatban vannak félelmeink, hogy ez a csomag, amit képviselünk, ez elég jó-e ahhoz, hogy valaki szeresse, és tulajdonképpen pont emiatt nem merjük magunkat megmutatni egy csomó helyzetben, és például inkább felszínes kapcsolatokat választunk többet egymás után, mint sem, hogy megdolgozunk azért, hogy igazán megmutassuk magunkat egy mély hosszú kapcsolatban. Erről fog szólni ugye az új könyvem, ez a Bátran élni. Egyébként azon gondolkodtam, miközben így hallgattalak, hogy ezek a felszínes kapcsolatok gyakorlatilag visszatérhetünk a veszteségből nyerességbe kérdéshez, vagy hogy hogyan fordíthatunk meg egy helyzetet, amiben úgy érezzük, hogy vesztesként kerülhetünk ki. Mit csinálunk rosszul egy-egy vesztesnek tűnő helyzetben? Mi a leggyakoribb hiba, amit elkövetünk, és akkor ezzel még mélyebbre ássuk magunkat? Igen, alapvetően ez is egy ilyen általános szemléleti kérdés, ami egy ilyen negatív szemléletről szól. Ugye mindig azt nézzük, hogy mi hiányzik egy helyzetben, mindig a lehető legrosszabbat képzeljük el, és szintén egy speciális jelenség, hogy amikor valami olyan helyzettel találkozunk, ahol nagy erőfeszítést kell tenni, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt inkább egy kudarc lehetőségeként éljük meg. Ugye sikeres társadalmakban, vagy sikeres embereknél azt látjuk, hogy minden ilyen nagy kihívás az inkább egy lehetőség a számukra. Tehát a leggyakoribb hiba az, hogyha valaki egy vesztes pozícióban van, vagy vereséget szenved valahol, egy emberi kapcsolatban például, akkor elkezdi magát valóban vesztesnek látni. Ha valaki egy győztes típus, akkor azt látja egy ilyen helyzetben, hogy most még többet kell belepakolnia ahhoz, hogy újra oda jusson. És ezek állati érdekesen működnek ezek a helyzetek, hogy tényleg van ebben valami egészen követhető logika, hogyha történjék velem bármi is, de én azt látom, hogy én oda fogok jutni, mert egyszerűen oda tartozom, ezt érdemlem meg az élettől, akkor majdnem bármit csinálok, akkor is el fogok oda jutni. És ez tényleg nem egy misztikus dolog, ez egészen követhető, hogyha megnézzük az illetőnek a napi döntéseit. Ugye azt, hogy például ott egy helyzet, kifejezem-e azt, amilyen vagyok. A legtöbb ember azt mondja, hogy nem, inkább nem, mert aztán mit fognak szólni hozzá, vagy akkor mit fognak gondolni, vagy lehet, hogy megkritizálnak, inkább visszahúzódom. És hogyha mindig visszahúzódom, akkor nyilvánvalóan soha nem próbálok meg semmi igazit, tehát soha nem érem el a céljaimat. Ahhoz ugye mindig valami rizikósat be kéne vállalnom, hogy kiderüljön, hogy erre is képes vagyok. Tehát erről szól igazán ez a szemléleti dolog, hogy én tényleg úgy definiálom-e magam, hogy én kevés vagyok valamihez, hogyha kudarcot vallottam, vagy azt mondom, hogy nem, most itt ez nem sikerült, de tudom, hogy képes vagyok rá. Egyébként tapasztalatod során, szakmai tapasztalatod során, hogy láttad, mi az, ami inkább lesújt minket? Az, ha magánéleti szempontból ér minket egy veszteség, vagy ha szakmai szempontból? Tehát melyik az, amelyik jobban a földbe tud döngölni? Melyikre vagyunk érzékenyebbek? Hát a magánéletére mindannyian nagyon érzékenyek vagyunk, ebben nem mondanám egyébként, hogy sokkal érzékenyebbek a nők, mint a férfiak, mert nagyon-nagyon tudnak szenvedni a férfiak is. Viszont a munkahelyi kudarc az inkább a férfiakat viseli meg. Tehát azért ez egy klasszikus dolog, ugye itt a szociológusok ezt nagyon régen megállapították, hogy azért a férfiak önbecsülése nagy részt abból épül fel, hogy ugye szakmailag mit tudnak letenni az asztalra. Tehát, hogy egy férfi alapvetően attól érzi magát valakinek, hogy ő pozícióban valamit képvisel. Ez lehet az anyagiak területe, lehet a státusz, amit a munkahelyen betölt, vagy a hatalom, amivel bír.
hogy másokra hatással van, de hogy ha ezt a talajt elveszíti a lába alól egy férfi, azért abban nagyon nehezen szokott megküzdeni. Míg egy nő nem annyira, hát ugye ez egyszerűen abból fakad, hogy egy nőnek számos más szerep lehetősége adott az életben, ahol bizonyítani tud, ugye, háziasszonyként, a gyerekek nevelésében, anyaként, tehát hogy ott azért az önbecsülés sok minden más tudja táplálni. Mesélj nekem egy kicsit az új könyvedről, mert tegnap este, amikor készültem erre a műsorra, amikor elolvastam, illetve hát ugye láttam a könyv borítóját, én alcímnek, hát úgy keresgéltem, tudod, hogy mi az, amit meg tudnék ragadni, és mi az, amire rá tudnék kérdezni, mert egy bátran élni, félelmeink és gátlásaink leküzdése, így szól a könyv, és ott akkor a pici kis madár vagy bagoly mellett, oda biggyeztve egy ilyen alalcím, hogy és akkor mi van? És komolyan mondom, azon gondolkodtam, hogy ez lehetett volna a könyvnek a címe, vagy miért nem ez lett a könyv címe, mert gyakorlatilag valószínű azt fogalmazott meg benne, hogy hát így is lehet. Így tehát van. Ez a hozzáállás is rendben van. Igen, abszolút jó a kérdés, mert hogy egyébként én ezt szerettem volna a címnek, hiszen ennek van egy története, azt mindjárt el is mondom, de hogy azért nem ez lett a címe, mert ugye ehhez kell egy hasonló gondolkodás, hogy ezt értik-e rögtön, hogy na és akkor mi van? Tehát ugye erre utalna a dolog, de hogy értik-e, és ezért egy ilyen egyértelmű címet adtunk, bár bárkit megkérdeztem, szerették volna. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy akkor ezt is odarakjuk. Történet egyszerűen annyi, hogy ezt a bizonyos gátló mondatot, hogy nem merem ezt, mert mit fognak hozzászólni, nagyon gyakran hallom. És vidéki lány vagyok, tehát minél kisebb városban él az ember, mármint most már nagyon régóta a fővárosban élek, de hogy minél kisebb helyről jön az ember, annál inkább tapasztalja, hogy az emberek ugye figyelik egymást, és akkor rettegnek attól, hogy a másik mit fog szólni ahhoz, amit ők csinálnak. És egy idő után föltűnt az, hogy tulajdonképpen annyira a bolondság ilyenekhez csatolni azt, hogy ne próbáljunk ki dolgokat. Hát mi jelentősége van, hogy most a második szomszéd valamihez mit szól, meg nyilván ők sem patyolatiszta életű emberek, tehát hogy úgy csinálunk, mintha ilyen tökéletes emberek állandóan bírálnának minket, és hogy nehogy már azért ne éljem az életemet, mert hogy ők most mit fognak hozzászólni, és majdnem mindig ezt a kérdést tettem föl, hogy jó, ő ezt fogja hozzászólni, és akkor mi van? És annyira sokszor ez fölmerült, hogy aztán észrevettem, hogy a terápiák során is, amikor valaki, hogy nem, azt nem szabad, mert akkor mit szólnak hozzá, és akkor mi van? És ezt újra és újra föltettem, és mindig arra lyukadtunk ki, hogy nem tudnak mit válaszolni valójában az emberek, mert mi van? Hát mi van? Tulajdonképpen semmi, az, hogy tőlem távol álló emberek valamit mondanak rólam, és ez nagyon jól föloldja ezeket a fajta makacsgátlásokat, ha rájövünk, hogy tulajdonképpen az a katasztrófa gondolat, amit odabigyeztetünk hozzá, az nem is létezik, mert semmi talaja nincs. Egyébként ezt genetikailag, ezt így hozzuk magunkkal, hogy félünk és gátlásosak vagyunk, vagy ez mikor alakul ki, mert hogy nagyon-nagyon sokan szenvednek. Hát ezt sokan vizsgálták, a történelmünk is eléggé okot ad arra, hogy egyfajta ilyen vesztesnek állítsuk be magunkat, és aztán hát nyilván az iskolarendszernek van óriási szerepe, meg hát aztán az emberek személyes sorsának is, hogy alapvetően ugye a munkahelyeken is az egyéniséget díjazzák, a sikeres embereket emelik ki, vagy éppen pont az van, hogy azokat visszarángatják, hogy nehogy túl erősek legyenek. Sajnos mindegyiknél elég negatív választ tudok adni. Van két gyermekem, úgyhogy látom az iskolarendszerben is, amikor ugye egy fogalmazást megírnak, nem az a kérdés, hogy összességében miről szól, hanem kulcsszavak megvannak-e egy adott dologban. Tehát, hogy uniformizáló az egész oktatásrendszer, tehát egy picit inkább letöri a szárnyait az egyéniségeknek, úgyhogy nem vagyunk egy olyan környezet, ami táplálná ezt a fajta sikerességet, és azt is lehet látni az emberek reakciójából, ugye egy sikerre orientáló társadalomban, ha valaki sikeres, az egy jó példa, és az emberek azt mondják, hogy milyen jó, hát akkor lehet belőle meríteni, nézzük meg, hogy ő hogy csinálta ezt a dolgot, tehát akkor van esély arra, hogy ugye eljussunk. Ez egy lehetőség. Tehát szeretik és méltatják a sikeres embereket. Nálunk, hogyha valaki sikeres, azt keresik, hogy lehet, hogy hátcéllel lett olyan, amilyen, vagy elkezdik. Milyen segítséggel jutott oda. Így van, oda milyen segítséggel jutott oda. Valójában biztos szörnyű életet él, mindenféle pletykákat terjesztenek, és csúnya kritikákkal illetik mindenféle kommentekben. Mert ugye avval csökkentik ezt a szorongást, hogy följel van, hogy akkor jól lehúzzuk, és a probléma ebben az, hogy ezzel nem ők lesznek többek,
ők ugyanott maradnak. Csak megszűnt a szorongásuk, hogy a másik nincs feljebb. Tehát ezért nehéz nálunk, mert nem elég, hogy meg kell küzdeni a sikerért, még azzal is szembe kell nézni, hogy mások nagyon csúnyán vissza akarnak húzni minket. Egyébként olvastam egy Facebook bejegyzésedet, nem is tudom, valamikor februárban jegyeztél a Facebookra, igazán csalódott bejegyzés volt, vagy legalábbis én annak ítéltem, amikor elmesélted, hogy hát nyaralásod, vagy vakációd ideje alatt érkezett egy kérés, vagy egy kérdés, és akkor hát ilyen nem várt módon aztán nyilván nem válaszoltál, és akkor mivel nem válaszoltál erre, akkor a hölgy, hát hogy nagyon, valószínű nagyon-nagyon sok fájdalommal és keseredettséggel, de hát benned látta meg a fekete bárányt azért, mert nem válaszoltál. Ez egy nagyon komplex probléma, hiszen azért egy terapeutához nyilván a kliensek is azt kötik, hogy szeretik azt hinni, hogy ugye csak velük foglalkozik az ember, és nyilván ezért nem jó, ha találkoznak egymás után, akik oda járnak, hogy ne legyen ennek egy ilyen jelege, hogy ő sokaknak adja ezt. Ugye ezt az oldalt, amit elindítottam tavaly évelején, ezt 43 ezren követik. Tehát nagyon sok matek nem kell hozzá, hogyha csak pár százaléka ír nekem időnként, és föltesz egy kérdést, akkor majdnem, hogy megválaszolhatatlan, de tényleg ez a mennyiség. Tehát, hogy azért én rendelek, meg előadásokat tartok, és leginkább anyuka vagyok két kisgyerekkel, tehát, hogy, és egyébként a párommal, tehát egyszerűen nem fér bele több az időbe, és ennek ellenére én szerintem nem is nagyon van olyan levél, amit ne válaszolnék meg, ha csak nem valami vicces komment az egész. Tényleg mindenkinek. De hogyha az ember elmegy nyaralni, tényleg nem fogom a családomtól elvenni az időt. És annyira megdöbbentett ez az indulat áradat, ami a hölgytől jött, hogy tényleg azért írtam ki, mert kezdett így elharapózni ez a dolog, hogy az emberek erőszakosan követelnek valamit, amit kapni akarnak, viszont egyáltalán nem törődnek azzal, hogy az adott szakember is ember. Tehát, hogy nulla empátia, viszont kapni akarok nagyon sokat. És ennek azt gondolom, hogy gátat kell szabni, úgyhogy a kiírás ezért volt, de egyébként én is ugyanezt gondolom, hogy az illető hölgy valószínűleg nagyon sok fájdalmat élt már át az életében. Félelmet, vagy gátlást, így vagy valami miatt kibudjant. Tehát szembenézni a gátlásainkkal, egy pillanatra visszatérve, bátornak lenni, és aztán leküzdeni őket. Hol szokott általában megtörni? Mert hogy általában mondjuk a második, harmadik nekifutásra, ha sikerül. Igen, van egy ilyen általános alapelv, amit én így útravalóul szoktam adni a hozzám járóknak, hogy a változás akkor indul, amikor egy nagy erőfeszítést teszünk. Mikor teszünk nagy erőfeszítést? Hogyha valami olyat csinálunk, ami nagyon nehéz. Tehát tulajdonképpen, amikor megnézzük az elakadásokat, ezek általában az emberi kapcsolatokban levő elakadások, tehát hogy merjen megmondani az illetőnek azt a valamit, vagy magamból hogy mutassak meg mások előtt valamit, bármi hasonló helyzet, akkor vegyen egy mikrohelyzetet, nem rögtön a legnehezebbet, de egy helyzetet, amiben neki nagyon nehéz valamit megtenni. Mondjuk legyen ez egy érzelem kifejezés. Legtöbb ember nagyon gátlásos érzelmeket kell kifejezni, és akkor legszívesebben mondjuk csak gyorsan elköszönne, akkor csinálja azt, ami a legnehezebb, hogy most mondja ki, hogy valójában mire gondol. Ez lehet egy pozitív érzelem is, ez lehet egy negatív is. Egyébként legalább ugyanolyan nehéz pozitív és szeretetet, vagy valamilyen intimitásra utaló dolgot kifejezni, mint ugye egy kritikát. És aztán azt veszik észre az emberek, hogyha ezt megteszik, akkor akkora megkönnyebbülés érzésük van, hogy ezt meg lehetett tenni, nem dőlt össze a világ, ráadásul ugye óriási jutalomban, mert hogy elindul valami a kommunikációban, hogy aztán folytatják. Egy picit olyan, mint a kognitív viselkedésterápiás módszerek, ugye a pánikbetegségnél például, tehát amikor a gondolkodásmódot és a viselkedést úgy változtatjuk, hogy oké, hogy fél kimozdulni a lakásból, mert bármi történhet, de mi lenne, ha elmenne a kert kapuig ma, oda és vissza? Az még belefér ebbe. Nehéz kilépni az ajtón, de ez még belefér-e. Jó, akkor addig feszíthetjük a hult. Rájön, hogy ez biztonságos. Akkor mi lenne, elmenne az utca sarkáig, és így tovább, hogy tulajdonképpen mindig egy picit tovább toljuk annál, mint ami komfortos, de még nem annyira, hogy összeomoljon, ha esetleg valami bizonytalanság éri. Emiatt én nem hiszek ebben a nagyon rugdosós terápiában, tehát nem arról beszélünk, hogy ott, ha valaki szociális fóbiás, akkor álljon már ki pár száz ember elé beszélni, mert ez szerintem nem nagyon hozna meg könnyebbülést.
mert szétszoronganál magát az illető, és valószínűleg kirohanna a világból. De hogyha valakinek mondjuk ilyen szorongásai vannak, és azt mondom, hogy egy embert szólítson meg, pedig ő soha nem szólított meg valakit, és csak egy pici dologgal, és túl van rajta, akkor tudunk tovább lépni. Egyébként nagyon-nagyon szépen megfogalmaztad ezt, és engedd meg, hogy idézzelek téged, jó? Mert ezt azért még kölcsönvettem. Legtöbbször azzal szembesülök, hogy az emberek megmagyarázzák, hogy miért nem fejezik ki az érzéseiket. Úgy gondolják, hogy a másik úgy is tudja. Azt mondják, nem kellenek ehhez szavak, ezt éreztetni kell. Ebben is van valami, mondja Almási Kitty. Én mégis úgy látom, hogy egy olyan alkalom, amikor valaki odaáll a másik elé, a szemébe néz, és kimondja, hogy mit érez, az felejthetetlen élmény mindkettejük számára. Ez azonban olyan fokú intimitás, amitől nagyon-nagyon sokan tartanak. És ha csak a hagyományos szerepeknél maradunk, akkor az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért nehezebb kimondani egyeseknek azt, hogy szeretlek, mint mondjuk egy hatfogásos vacsorát legyártani, és azzal kifejezni, hogy szeretlek, és ha csak a hagyományos szerepeknél maradunk. Igen, hát egyébként ez az egyik legáltalánosabb, amit szoktak mondani, itt anyáink generációjában, ahol ugye az érzelem kifejezésre annyira még nem tanították meg az embereket, nem foglalkoztak ennyit ilyen pszichológiai dolgokkal, és jellemzően ugye egy gesztus révén fejezték ki az érzéseiket mondjuk az anyukák. Tehát nagyon sok olyan család van, ahol az édesanya a szeretetét leginkább avval fejezi ki, hogy nagy finom vasárnapi ebéddel várja ugye a családot, de sokan panaszkodnak arról, hogy mondjuk nem ölelget annyit, vagy nem fejezi ki verbálisan ezeket a fajta dicséreteket, vagy pozitív érzéseket. Tehát emögé bebújni, ez nyilván az, hogy egy tevékenységet könnyebb megtenni, mint ilyen intimitásba belemerülni. Én, ahol találkoztam ezzel, ugye hétköznapi dolog, az emberek mondjuk randevúznak, ott elbeszélgetnek, majd amikor beülnek a taxiba, vagy az autójukba, vagy hazasétálnak, akkor küldenek egy SMS-t, hogy mennyire jól éreztem magam, vagy valamilyen ilyen intimebbet, vagy már hiányzol, de ezeket nem tudják általában elmondani. Tehát nagyon sok olyan SMS születik, vagy e-mail, amit így nehezen vállalnának a másik előtt. És én önismereti csoportjaimon tapasztaltam, hogy valaki így beszél valami helyzetről így objektívan a csoportnak. Vagy azt mondom, hogy egy ilyen dramatikus helyzetben ugye játssz el mondjuk a párjával azt a bizonyos jelenetet, és így maga elé néz, hogy nem, hát nyilván nagyon szeretlek, és így magyaráz ezt a dolgot, és azt mondom, hogy álljatok most föl. És így állj oda vele szembe, nézz a szemébe, és mondd azt, hogy tényleg nagyon szeretlek. Nagyon büszke vagyok rád. És az, amit így ledarál valaki, hogy nem, hát nyilván büszke vagyok rád, de odáll elé, és a szemébe azt mondja, ugyanaz az ember elkezd zokogni mondjuk. Egyszerűen azért, mert ha odállok közel, a szemébe nézek, és azt mondom, hogy büszke vagyok rád, annak van egy energiája. Az, hogyha így beszélek arról, hogy ennek nincs. És ezek a helyzetek egészen megdöbbentik annyira az embereket, hogy már amikor azt mondom, hogy álljatok fel, akkor nem állnak fel. Mondom, még egyszer kérlek, álljatok fel. Annyira vonakodnak ettől, és egyszerűen alig tudják elkezdeni. Egyszerűen emiatt, mert egy ilyen intimitás kialakul. Úgyhogy ezért foglalkoztam ezzel, mert ugyanakkor meg látom, hogy annak, ha tudjuk, hogy mondjuk a szüleink a hátunk mögött dicsérnek minket a szomszédoknak, hogy igen, milyen ügyes kislány vagy kisfiú, annak sajnos nincs olyan hozadéka, mint ha odállnak, és ezt így a szemünkbe mondják. Tehát nem az információ kell nekünk, hanem pontosan ez a fajta intimitás, ami így megszületik, és ezért írtam ezt a bejegyzést. Egyébként a félelem és a gátlásosság az mindig kéz a kézben jár? Nem, ezek azért különböző dolgok, és a könyvben is majd szeretnék erre kitérni, hogy a gátlásosság inkább ebből a félénkséggel hasonszörű dolog. Ugye itt a leggyakoribb példák a testünkkel kapcsolatos gátlások, ugye, hogy megmutassuk magunkat, tehát valamilyen képességünkkel, tulajdonságunkkal kapcsolatos dolgokról szól. A félelmeink azok lehetnek abszolút előrevívőek, vagy hogy mondjam, minket megóvó félelmek is, hiszen az esetek jó részében a félelmeinknek van reális alapja. Tehát ez ugye, amikor azt mondjuk, hogy elvileg ne lépjünk ki az ajtón, mert egy tégla is a fejünkre esett, ezeknek majdnem mindegyikében van racionalitás, tehát hogy miért ne repüljünk, hogy miért ne próbáljunk ki mondjuk érdekes sportokat, vagy
vagy tulajdonképpen az egész életet, mert bármilyen párkapcsolatot vagy egyebet, amiben sérülhetünk, mert így megóvjuk magunkat, csak a mértéke dönti el, hogy egy börtönben élünk, vagy csak annyira engedjük be a félelmeket, hogy mondjuk megóvjanak a valós veszélyektől. Nagyon nehéz ezt objektíven meghatározni, és azt gondolom, hogy egyénileg kell eldönteni, hogy tényleg olyan túlzottak-e a félelmek, hogy ő jóval többet valósíthatna meg. Ezeket egy kicsit háttérbe szorítanánk, vagy egyébként ez optimális mértékű. Miből meríted a válaszaidat? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert nyilván hát az ember tanul sok mindent az egyetemen, és aztán utána a klinikai szakvizsgáig is 4 év vezet. Mondjuk ott már jóval többet tanultam, mint az egyetemen, de hát ez egy olyan szakma, amit tényleg űzni kell nagyon sok éven keresztül, nagyon nagy alázattal. Tehát az a lelkesedés, ahogy indul egy kezdő, az összesen hasonlítható azzal, amit mondjuk 10 év praxis után, vagy 15 év után az ember összegyűjt. Én azt gondolom, hogy az alázatnak nagyon nagy szerepe van, és annak, hogy tényleg nagyon jól kell figyelni a másik emberre. Tehát, hogy valahogy kell egy olyan átszellemülés ehhez a dologhoz, hogy itt tényleg csak a másik ember a fontos, és magunkat teljes mértékben, amennyire lehet, zárjuk ki, és csak az ő energiái kapcsán próbáljunk segíteni. Nem véletlen, hogy egyébként kifejezetten így dolgozom, hogy nincsenek igazán koncepciók a fejemben. Én nem szeretek semmiet előre eldönteni, nem szeretek terápiákat előre megtervezni, mert azt gondolom, hogy ezek a struktúrák, ezek inkább behatárolnak, hanem megérkezik valaki, és megnézem, hogy milyen érzést vált ki belőlem, és ezt elmondom neki, hogy mit vált ki belőlem, és utána próbálunk együtt gondolkodni, hogy vajon hogyan érte ezt el. Egyébként elárulom azt is, hogy az előadásokra sem szoktam készülni, tehát én nem nagyon írok ilyen vázlatot, nagyjából tudom, hogy mit szeretnék közölni, de szerintem egy másfél órás előadásra egyébként is fölösleges így készülni, hogy az ember betanuljon valamit, hanem nagyon sokszor úgy van, hogy ez a sok minden, ami a fejemben van, az ott kering, és én figyelem a közönséget, egyszerűen a rezgését, mire mozdulnak be, mire nem, hogy akkor inkább ezt a vonalat, vagy azt fejtsem ki nekik bővebben, és szerintem pont ezért alakul ki egy ilyen jó kis összhang mindig a végére. Mi történik olyankor, amikor tudod, hogy egy kérdésre olyan választ kell adnod, vagy olyan megoldást, vagy hát olyan diagnózist kell felállítanod, ami hát nehezen elfogadható, vagy nehezen emészthető majd? Ha most arról beszélünk, hogy mondjuk nem tudok rá én sem megoldást, olyan is van, azt mondjuk nyilván nem vállalom, hogyha azt érzem, hogy legfeljebb együtt érezni tudnék, de nem tudok segíteni, akkor mondjuk nem vállalom. Ha arra gondolunk, hogy nehéz szembesülni valamivel, azt viszont imádom. Meg kell mondjam, hogy amikor az van, hogy valakiben meglátok valami olyat, ami mondjuk nagyon befeszíthet másokat, vagy én magam is irritálónak érzem, akkor kifejezetten nyert ügynek tekintem a dolgot, mert hogy az nagyon jó dolog, ha valaki elindít ilyen érzéseket, mert rögtön közel kerülünk ahhoz, hogy vajon mi lehet a baj az életben. És ugye engem nem az érdekel, hogy ő irritáló, én nem fogom ezért őt negatívan látni, hanem csak tudom az utat, ahol el kell indulni, és mi egy csapatban vagyunk, és nézzük meg, hogy lehetne ezt másképp, hogy ez az érzés ne legyen. És hogyha valakivel tudunk erről beszélni, hogy belőlem is mondjuk ezeket az érzéseket kiváltja, és ez megszűnik, és azt mondom, hogy ma van először, hogy egyáltalán nem érzek semmilyen feszültséget, az fantasztikus, mert ugye ő ezt egy védett közegben tudja átdolgozni, és együtt gondolkodni velem, akiből ezt kiváltotta. Azért ilyenre nem sok jelentkező van az életben, mert ha valaki negatív érzést vált ki belőlünk, azt ugye eltoljuk magunktól, tehát esélye nincs, hogy az illetővel ezt megoldja, ha csak nem olyan bátor, és ez egyébként a terápia része. Hogyha azt érzi, hogy valaki elutasítja, akkor lépjen oda hozzá, ez megint egy olyan, amit a legnehezebb megtenni. Tehát valaki elutasító veled, lép közelebb, és kérdezd meg, hogy milyen érzést váltottál ki belőle, mi volt az, amivel ezt okoztad benne, és akkor már is egy csapatba kerültök, és együtt dolgoztok valamin. Most ne haragudjál meg, az a kérdés fogalmazódott meg hirtelen, de nem ezzel szerettem volna zárni a beszélgetést, hogy ez mindig ilyen egyszerű, vagy ez ilyen mesés lehet ennek mindig a vége, hogy csak oda lépsz, és akkor megkérdezed, és az energia, valahol felszabadul egy energia. Abszolút. Na de...
Nem, azt kell mondjam, hogy ha oda mersz lépni, akkor szinte mindig mesés. Tehát ez egy olyan fantasztikus dolog, amikor ugye az emberek miért utasítanak el, mert félnek. A legtüskésebb emberek azért tüskések, mert ők mindenkitől félnek. És ugye a tüske védi meg őket, hogy túl közel jöjjenek az emberek, akiktől félnek. Ehhez képest a tüskéik miatt mindenki tőlük fél, és ez egy ilyen kölcsönös, elutasítós játékba megy át. Azért, ha belegondolsz, hogy hány ember csalódik az emberi kapcsolatokban, akkor majdnem, hogy csak tüskés embereket látunk. Tehát amikor te átalakulsz egy ilyen működésmódba átlépsz, hogy te viszont közelebb lépsz, hát állati hálásak lesznek az emberek érte, és főleg úgy, hogy nem támadólag, nem azt mondod, hogy neked meg mi bajod van velem, hanem azt mondod, hogy meséld el, hogy mi volt benned most előbb. Hát tárt karokkal fognak fogadni. Amitől a mesés nem mindig mesés, és ez saját magamról is elmondhatom, hogy nem mindig vagyunk elég erősek ahhoz, hogy ezért oda tudjunk lépni. Tehát azért ez nem egy ilyen általános dolog, én sem tudnék mindig odalépni valakihez. Hát van olyan, hogy rossz napunk van, érzékenyebbek vagyunk, akkor inkább megbántódunk, és nem érezzük erre alkalmasnak magunkat, de szerintem amikor igen, akkor megtörténik a csoda. Mesélj nekem egy picit nagyon röviden arra kérlek az elmúlt néhány napodról. Nem csak, hogy először tartottál előadássorozatot Erdélyben, hanem először is jártál nálunk. Igen, igen, hát én nagyon-nagyon vártam, meg kell mondjam, pedig egy nagyon hosszú előadássorozat végén vagyunk, ugye most tavasszal a könyvet szerettük volna bemutatni számos vidéki helyszínen, és tudtam, hogy ez lesz a záró akkord, ez az erdélyi körút, úgyhogy hát egyrészt ez a környék engem tényleg lenyűgöz, tehát fantasztikus volt, tényleg bármerre jártunk. Mondom, én vidéken nevelkedtem, tehát nekem bármi, ami nem a nagy főváros és az emberek közelségéről szól, az már nagyon tetszik, és én nagyon szeretem a nem nagyvárosi embereknek a közvetlenségét. Hát itt millió sztorit beszéltünk végig a kis buszban is, hogy a recepciós fiúnak az a, nem tudom, 1000 cuki történet van. Egyszerűen ilyen személyes, kedves történetek, úgyhogy ez is nagyon jó volt. És hát a közönség is egy izgalmas kihívás volt, mert azért más a hangulat. Most nyilván otthon eleve abból indultam ki, ugye ezek az én félelmeink, vádlásaim, hogy ott talán jobban ismernek, többször hallottak, már úgy tudok oda menni, hogy már valamilyen pozitív hangulatban fogadnak, és ugye voltak bennem kérdőjelek, hogy na vajon itt hogy lesz ez a dolog, hányan jönnek el, de hát kezdtük itt Marosvásárhelyen tényleg egy teltházal és vastapsal, tehát egyszerűen fantasztikus volt a közönség, és meg kell mondjam, hogy azok a visszajelzések, amik utána jöttek ugye a dedikálásnál, hogy köszönjük, klassz volt az előadás, ugye ez egy ilyen általános, de hogy itt olyan emberi, olyan intim mondatok hangzottak el, tehát egyszerűen komolyan megható volt az, amit hallottam itt az emberektől. Tényleg nagyon sok előadást tartottam, de volt egy-két olyan mondat, ami tényleg így megérintette a szívemet, úgyhogy én teljesen föltöltve megyek haza. És mikor jössz ismét? Hát annyira cukik voltak így mindenhol, mondták, hogy ugye jövök, biztosan mutattam a szervezőkre, hogy hát tőlük függ, de biztosan jövök szerintem, igen. Kitti, még egy utolsó utáni kérdés. Mit tesz téged boldoggá? Hát erre a gyerekeim, tehát gyermekeim és a párom, ez annyira, én nagyon-nagyon anyuka vagyok, úgyhogy most viszont alig várom, hogy őket újra megöleljem. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Én pedig ma estére köszönöm a figyelmet. Azt hiszem, hogy a ma esti beszélgetésben mindannyian megtaláltuk azt a gondolatot, amelyet tovább tudunk fogalmazni saját életünk történetébe, azt a megerősítést, amit éppen egy élethelyzetünk kapcsán kerestünk, azt a megoldást, ami kimozdíthat mondjuk egy állapotból, amiben találtuk magunkat. Egy szóval sokkal nagyobb erővel válunk neki a hétvégének, mint egy átlagos estén. Erő mellett, meg nyilván egészséggel, erről már Szabó R. Ádám és a Gedeon Richter Románia gondoskodik a rendelővel. Tartalmas hétvége és jó pihenés kívánságával. Viszontlátásra! Üdvözlöm Önöket a rendelőben! Mai adásunkban egy olyan témáról fogunk beszélni, ami az év előrehaladásával párhuzamosan egyre fontosabbá kezd válni. Ez pedig a nap sugárzásának káros és kevésbé káros hatásai szemünkre nézve. Erről kérdeztük dr. Elekes Ella, szemész főorvost. Tekintetben véve, hogy ugye az egész élet a Földön a napnak a hatására, többek között a napenergia és a sugárzó energia hatására alakult ki, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez feltétlenül egy kellemetlen vagy egy ellenséges dolog számunkra.
Természetesen vannak dolgok, amik ha nagyobb mennyiségben kerülnek a szemünkbe, vagy egyáltalán az élő szervezetekkel kapcsolatban, akkor akár károsak is lehetnek. Na most hát ugye jön a nyár, és akkor aktuálisá válik örökké ez a sugárzó energia kérdése. Ilyen módon ugye a fény is egy elektromágneses sugárzás, aminek van egy látható komponense, és van egy láthatatlan komponense. Ezek közé tartozik többek között a bizonyos hullámhosszú UV-sugarak, tehát ultraviolett sugarak, és hát, hogy ezeknek lehetnek nagyobb mennyiségben akár káros hatásaik is a retinát, illetve a szemlencsét illetőleg. Nem csak káros hatása van ennek a sugárzó energiának, hát tudnélik ugye az egész anyagcserénk, a D-vitamin, a csontjainknak a fejlődése, kialakulása, tehát az egész igényli például ezt az UV-sugárzást, és az előbbi beszélgetésünkből is kiviláglik az, hogy akik ugye olyan sugárszegény, vagy napsütés szegény területen élnek, ott hát ugye bizonyos problémák állhatnak elő, lásd, ugye a testnek a kifejlődése, a csontoknak a kialakulása, a látásélesség megtartásával kapcsolatosan. Védekezni a túlzott mennyiségű vagy erősségű sugárzás ellen fontos. Erről viszont szervezetünk is gondoskodik alapszinten, a további védekezésre pedig van egyszerű lehetőség. Az az igazság, hogy a szervezetnek saját magának is vannak védekező eszközei, tehát az, hogy a nagyobb fény hatására a pupilla azonnal beszűkül, tehát ezzel azonnal kizárja a plusz fény behatolását, illetve tehát a szem különböző rétegeiben levő pigmentek szintén ugyanezt a célt szolgálják. Hát azért a szempillák ugye nem csak a portól, hanem a valamennyes fényszűrőként is működnek, tehát ezek mind ilyen normális természetes védőeszközeink, szükség van valamilyen védelemre. És hát itt jönnek ugye a különböző szűrőlencsék, naplencsék. Természetesen itt is vannak minőségbeli eltérések, ugye vannak a polaroid lencsik, amiket úgy fejlesztettek, hogy kimondottan ezeket a káros hullámhosszú UV-sugarakat szűrik, hát ilyen módon ezeket, de ezeket jelölik is, hogy ezek ilyen lencsék, hát árban is mondjuk különböznek az egyszerű napszemüvegektől, de az egyszerű napszemüveg sem megvetendő, mert az is szűr, elég sok mindent szűr. El szokták mondani, mit tudom én, 11 órától délután 5 óráig nem, tehát főleg nyári időszakról van szó, akkor ezek a sugarak nagyon erősek, és ugye akkor azt kell. Hát azt ugye azért a kultúrkörnyezetben az emberek ezt tudomásul vették és betartják, és hát ezzel úgy nincs, én úgy gondolom, hogy nincs probléma. Ugyan országunk környékén mostanság éppen nem aktuális a kérdés, hosszú távon hasznos lehet tudni, mit ne tegyünk napfogyatkozáskor, amikor az általánostól eltérően szinte mindenki szeretne belenézni a napba. A kormozott üveg például általánosan használt eszköz ilyenkor, de elég ez. Azért nem elég, mert az a bekormozás az egy, hogy nem egyenletes, meg nem mérhető, tehát ez a sötétített üveg, amin keresztül igazság szerint lehet nézni a napfogyatkozást, és amit gondolom, hogy ilyenkor vagy valahol hozzá lehet jutni, illetve hát a tudósok is ezen keresztül, mert ugye azért vizsgálják a napfogyatkozást. És nem annak árán, hogy elvesztik a látásukat. Tehát létezik ilyen, csak hogy ez megfelelően bevizsgált és előállított eszköz kell legyen, mert az a kormozás az nem egyenletes, és akkor megtörténik az, hogy az illető, hát annak tudom, hogy ő védve van, de igaziból nincsen védve, akkor egy nagyobb dózist kap, és akkor bajban van a retinája nagyon. Tehát ilyen szempontból erre oda kell figyelni. Tehát lehet, de megfelelő eszköz. Tehát a megfelelő eszköz az nem az utca sarkon vásárolt színes üveg, mert valóban az valamit szűr, csak nem biztos, hogy azt, amit kell. Ennyi volt már a rendelő, kedves nézőink. Jövő csütörtökön újra találkozunk. Addig is vigyázzanak szemükre, legyen egészséges hetük, a viszontlátásra. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.